A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Dobri Dániel, az Alberige Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Én is örülök. Gyászol a magyar, sőt a világ, a zenevilág. Ugyanis elhunyt Eötvös Péter, a kétszeres Kossuth díjas zeneszerző, a modern európai zenetörténet korszakos jelentőségű alakja. Kettős dolgom van most, hiszen egyrészt beszélni fogunk róla, hiszen te tanítványaként nagyon sokat tudsz, és nagyon-nagyon fontos, amit ő tett az elmúlt időszakban. Ugyanakkor az Alberige Szimfonikus Zenekar is megemlékezik róla, hiszen az In Memoriam Eötvös Péter francia impressziók című esten, 4. április 25-én, kedves nézőink, tehát ezt kérem ne felejtsék, a Szent István Művelődési Házban az Alberige Szimfonikus Zenekar kortárs klasszikus hangversenyén emlékezünk rá, Eötvös Péter, Ravel, illetve a te daraboddal. Erről is szó esik természetesen, hiszen és felvázolunk valamiféle jövőképet is. Kezdjük talán azzal, hogy méltó módon emlékezünk rá, hiszen egy valódi csoda gyerekről volt szó Eötvös Péter személyében. Ez így van. Eötvös Pétert még gyerekkorában, 10 éves kamaszként vették fel a Zeneakadémiára, a különleges tehetségek osztályába. Egészen pontosan Kodály Zoltán vette fel őt. Tehát ő gyakorlatilag felnőtt korára, nem tudok pontos évszámot mondani, de 18-20 éves korára ő már egy kész zeneszerző volt, olyan értelemben, hogy elvégezte a Zeneakadémiát, elvégezte a stúdiumokat, elvégezte azokat a kompozíciós tárgyakat, amiket az ember, aki zeneszerzőnek készül, azért bőven később felnőtt korában szokott elvégezni, és felnőtt korában tanul meg. Tehát nála ezek korábban jöttek, ezen kívül remekül zongorázott, improvizált a zongoránál Eötvös, és ennek révén valahogy bekerült a színházi és a filmes világba. Azt hiszem, hogy az első szimpátiát irántam ez keltette talán benne, hogy hasonlóan a színház felől jövünk. Ő mindig egy színházi zeneszerzőnek tartotta magát, ami nagyon érdekes, hát mert közben a világ legnagyobb szimfonikus zenekarainak írt darabokat és vezényelte is őket, de ennek ellenére mindig élete végig azt mondta, hogy ő egy igazi színházi színpadi ember. Ez egy csoda pillanat lehetett találkozni vele, viszont ha megemlítjük, hogy ugye a Kölni Rádió ösztöndíjasoként, majd később Pierre Boulez zenekarának zenéigazgatójaként, karmestereként is szerepelt, és hát világhírű lett. Így van. Méghozzá meglehetősen gyorsan, és ez annak köszönhető, hogy egyrészt a személyisége, másrészt pedig a darabja is mindig megállták a helyüket a legkülönbözőbb pontjain a világnak, hiszen fantasztikus ősbemutatók sora mondja ezt. Ez abszolút így van. Ez úgy kezdődött Eötvösnek a nemzetközi karrierje, először leginkább zeneszerzőként, tehát koncertszerzőként, hogy 20 éves korában kapott egy ösztöndíjat Darmstadtba. Darmstadt volt ekkora világnak, vagy Európának az új zenei központja. Ott lehetett hallani a legújabb darabokat, a legújabb irányzatokat a kortárs zenébe. Egyébként Dubrovai László zeneszerzővel együtt kerültek ki ösztöndíjasként akkor Darmstadtba, és itt megismerkedett a kor legnagyobb zeneszerzőivel, legnagyobb újítóival, többek között Karlheinz Stockhausennel, aki a 20. század második felének az egyik legfontosabb újítója a hangszeres zene és az elektronikus zene területén is, és ahogy az előbb mondtad, ezután került Eötvös Kölnbe, ahol pedig a kölni nyugatnémet rádiónak volt egy elektronikus zenei kísérleti stúdiója. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint egy laboratóriumot, ahol a legújabb hangzásokkal kísérleteztek a zeneszerzők. Ezt a
stúdiót ez Stockhausen vezette, és ide került be Ötvös Péter, és hát innen indult az ő nemzetközi zeneszerzői pályája. Gyorsan kiteljesedett, hiszen szerte a világban ismerik a nevét, és én azt mondom, hogy ez ilyen értelemben ritka. Hát igen, az szerintem lehet mondani, hát most már nagyon rossz így mondani, hogy eddig, még egy hónappal ezelőtt úgy mondtam volna, hogy a ma élő zeneszerzők közül a világban talán Ötvös a legismertebb és legtöbbet játszott szerzők közé tartozik. Hát most már ezt nem mondhatom el, de mindenféleképpen Bartók, Kodály, Ligeti és Kurtág mellett mondjuk a 20.-21. század zenéjének, magyar zeneszerzőinek, magyar zeneszerzésének az egyik legmeghatározóbb. Tehát ő volt a, és jelenleg is azért mondhatjuk, a kortárs zene apostola. Hogy kerültél közel hozzá, azon túl, hogy ugye a pályaívetek hasonló volt? Hát igen, ez már egy következmény volt. Én úgy kerültem kapcsolatba Ötvössel, még a Covid-nak a kezdetén, hogy van egy zeneszerző verseny, ez a legnagyobb zenekari zeneszerző verseny Magyarországon, ahol 50 éves korig lehet pályázni a szakmákból egy-egy zenekari darabbal, és én ezen a versenyen, ennek az a neve, hogy UMZF, tehát Új Magyar Zenei Fórum, ezen kaptam egy díjat, egy harmadik helyezést 2020-ban, és a versenynek a döntője az volt, hogy bemutatták az én zenekari darabomat a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Művészetek Palotájában, és Ötvös volt a zsűrinek az elnöke, egy nagyon rangos, nagyszerű zsűri volt ezen a versenyen. Szóval ez nekem nagyon nagy lökést adott a pályámnak, különösen a szimfonikus zenekari zeneszerzői pályámnak. Valószínűleg arra is hatással volt, hogy én ide kerültem az Alba Régia Szimfonikus Zenekarhoz, mert akkor azért fordult rám egy figyelem, és hát természetesen Ötvös révén is, ahogy lezajlott ez a verseny, utána néhány hónappal én már benne a Covid-ban bőven én felkerestem őt, írtam neki egy e-mailt, de egyébként olyan volt, hogy bármiről írtam neki e-mailt, SMS-t, bármit, biztos, hogy fél órán belül ott volt egy hosszú, alapos, részletes válasz. Tehát nagyon-nagyon odafigyelt azokra az emberekre, akiket ő fontosnak tartott, és nagyon alapos ember volt. Tehát ez megerősítést jelentett nyilván számodra. Hát nekem ugyanakkor miként nagy... folytatódott a kapcsolatotok? Hiszen ez, amikor elmélyül, azért az, akkor nagyon sokat kaphat az ember fia. Hát elkezdtünk a Covid alatt beszélgetni, először is skype-olni, nagyon sok órát beszélgettünk, én elkezdtem neki mutatni a darabjaimat, tehát beszélgettünk az én kompozícióimról is, ő is nagyon sokat mesélt a múltjáról, pályájáról, aztán ahogy eljött a nyitás, és már ki lehetett mozdulni, és újra visszatértek a koncertek, workshopok, akkor ő hívott engem az ő workshopjaira, mivel az Ötvös Alapítvány egy nagyon-nagyon fontos munkát végez itt Budapesten, a Budapest Music Centerben. Nagyon komoly nemzetközi zeneszerző és karmester workshopjai vannak, ahol tényleg a fiatal generációnak a krémje van ott a világ minden tájáról, és ezek ilyen egyhetes workshopok, és akkor én elkezdtem hozzájárni ezekre a workshopokra, ott nagyon sok egyéb világhírű zeneszerzővel, karmesterrel is megismerkedtem általa, például Unszuk Csinnel, aki az egyik legfontosabb Ligeti tanítvány, egy korai zeneszerzőnő, illetve az április 25-i koncertünk karmesterével is, akit Rémi Dürüpnek hívnak. Ő egy párizsi francia karmester, ő most a 40-es éveinek az elején jár, és a generációjának azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb, vagy legfontosabb karmesterei közé tartozik Európa szerte. Ő az Ötvösnek a mentoráltja volt, szintén egy ilyen kurzuson, csak nem zeneszerző, hanem karmester kurzuson, és amikor még Péterrel egyeztettünk
az ő koncertjéről, ami eredetileg hát egy 80. születésnapi koncertnek készült, most sajnos in memoriam koncert lett belőle, de amikor Péterrel, ötvössel egyeztettünk erről a koncertről, akkor ő ajánlotta Rémit karmesternek, akkor ő már beteg volt, tehát sajnos az nem jöhetett szóba, hogy ő jöjjön vezényelni hozzánk, viszont hát úgy készültünk erre a koncertre természetesen, hogy ő is itt lesz személyesen, és beszélgetünk, ahogy a Kérdezz a zeneszerzőt koncertjeinken szoktunk beszélgetni a szerzőkkel, hát ez sajnos már nem valósulhat. Mi jött el a kapcsolatotok? Hiszen ez nagyon fontos pillanat, egy fiatal zeneszerző tehetség, illetve egy olyan tehetség, aki kiteljesedik számára. A zene révén, csak a zene révén. Tehát a beszélgetésnek a formája nálunk mindig az volt, ahogy szerintem ez a normális vagy természetes, hogy elmélyültünk egy-egy darabba, most itt ebben az esetben általában az én darabjaimban, de olyan is előfordult, hogy én kérdeztem őt mélyebben, részletesebben az ő egyes darabjairól, és ahogy az ember ül egy kotta papír fölött, és lapozza a partitúrát, és ütemről ütemre nézzük végig a darabot, természetesen a konkrét, exakt hangokon kívül nagyon sok más téma, filozófiai, emberi, magánéleti témák is előkerülnek. És így lesz ebből kerek egész? Hát így. Tehát a barátság egyértelmű, a zenei barátság, tehát és a szakmai feladatok minél jobb, ha úgy tetszik, 21. századi megoldása. Hatással volt rád? Persze, de ez... Mármint a műveidben? Abszolút. Nem mondanám barátságnak ezt a viszonyt olyan szempontból, hogy ez abszolút inkább egy mesteri viszony, tehát hogy én azért rá nagyon szerényen visszafogottam, felnéztem, és hát nem azt mondom, hogy hallgattam, de hát nagyon sokat hallgattam őt, és az ő meglátásait, mondjuk a zene kapcsán, hát természetesen nagyon nagy hatással volt rám mondjuk az elmúlt 3 évben a zenémnek az alakulására is. Ha nem is egészen konkrét stílusbeli vagy irányzatbeli dolgokkal, de volt egy-egy olyan mondat a Péternek, ami gyakran a képzőművészetre vagy a színházra vonatkozott, nem is konkrétan egy zenei megfogalmazás volt, de mégis olyan gondolatokat indított el bennem, ami nagy hatással volt persze ezen. Ugye ezen a koncerten Ötvös Péter 2 műve szerepel majd, a Ravel és a Te magad. Ez az ősbemutató, ez egyébként, amit te jegyzel, ez már a halála előtt elkészült, gondolom. Hát igen, ez a Dialog mit Ötvös című darab, aminek most lesz az ősbemutatója, április 25-én, és hát ezt a darab, már beteg volt Péter, amikor én ezt a darabot elkezdtem írni, tehát én őszintén szólva számítottam arra, hogy kicsi az esély arra, hogy őt személyesen is tudjuk köszönteni itt Székesfehérváron, hogy itt tud lenni köztünk és tud beszélgetni velünk. Ezért én azt találtam ki, hogyha személyesen nem is tudunk beszélgetni, de ezen a darabon keresztül tudok majd beszélgetni Péterrel és a közönséggel. Ezért kapta ezt a címet, hogy Dialog mit Ötvös. Egyébként a másik oka ennek a címnek, hogy neki van egy olyan darabja, aminek az a címe, hogy Dialog mit Mozart, tehát beszélgetés Mozarttal, ami egy nagy sikerű ötvös darab, egy nagyon szellemes, nagyon vicces, nagyon szórakoztató darabja Ötvösnek, ezt is fogjuk játszani a koncerten, és itt a különböző Mozart idézeteket használ a zenéjében, és azokból állít össze egy kortárs, egy teljesen új mai formát. Tehát ez végül is egy kollázs darab, tényleg, mintha szétszabdalt volna rengeteg sok Mozart darabot, pici kis idézetekre, és azt annyira kortárs, ötvösös módon rendezi el, hogy egy teljesen új eredmény születik ebből. A másik darab, a Levitáció, az hogy került képbe? A Levitation az egy sokkal inkább egy franciás darabja, sokkal inkább egy hangszín alapú darabja. Ez 2 klarinétra, vonószenekarra és harmonikára írt versenymű. Ez egy sokkal, filozofikusabb, sokkal
sokkal időben szét nyújtottabb darab, tehát egy teljesen más jellegű zenéről van szó. Hát azt hiszem, hogy az én darabom az valahol a kettő között áll. Én hozzám nagyon közel áll ez a franciás, kicsit hangszín alapú kompozíciós gondolkozás. Tehát én egyáltalán nem azt csinálom az én dialógusomban ötvössel, amit ő csinál az ő dialógusában Mozarttal. Én nem használok ötvös idézeteket, hanem írtam egy kicsit hangszín alapú, rövid karaktertételekből álló párbeszédszerű zenekari zenét, ahol a zenekarnak a különböző hangszerei folytatnak párbeszédet egymással, és utána azt csináltam, hogy ebbe ilyen, tényleg ilyen franciásan, ilyen talált tárgyként beleszúrtam, mint egy képzőművészeti alkotáson, amikor tudom én, van egy valamilyen stílusú kép, és arra ráragasztasz egy újság papír kivágást, vagy valamit. Én beleszúrtam elektronikus zenei interlúdiumokat, tehát közjátékokat, és ezeket a közjátékokat csak ötvös beszédekből komponáltam meg. Tehát a ötvösnek a különböző interjúiból használtam különböző részleteket, magyarul és németül ezekben a közjátékokban, de úgy, hogy ez egy beszédzenét képezzen, tehát legyen neki mind filozófiai, de önmagában zenei értelme is. Érdeklődéssel várjuk. Hogy kerül a képbe Ravel? Úgy kerül Ravel a képbe, hogy egyrészt Ravel ötvösnek a kedvenc szerzői közé tartozott, másrészt pedig francia karmesterünk van, és hát ötvösre is, ugye most már beszélgettünk arról, hogy mekkora hatással volt rá a német zene, a kölni zenei stúdió, de miután ő befejezte a munkát egy évtized után Stockhausennel Kölnbe, ő utána elkerült Párizsba, ahogy már említetted te is, Pierre Boulez karmester zeneszerzőnek lett ott a tanítványa, és a párizsi Ensemble Intercontemporain nevű világ egyik legnagyszerűbb kortárzenei együttesének lett a zenei vezetője, vezető karmestere, és hát nagyon nagy hatással volt ötvös zenéire is a francia zene, tehát ő valahol tényleg a bartóki magyar zenei hagyomány, a németes Stockhausen, vagy előtte Schönberg, Weberni hagyomány, és hát a francia hangszín alapú, ez a sokkal inkább burjánzó, sokszínű zenei hagyomány, amit pedig Ravel vagy Debussy zenéje jellemez például, ezek között helyezkedik el. Tehát mindegyik jellemző rá, és mindez valahogy a színház és a dramaturgia felől közelíti. Nos, hát ott leszünk, és kedves nézőink, francia impressziók, tehát a Szent István Művelődési Házban, a Szent István teremben természetesen április 25-én 19 órától várjuk Önöket. Mi pedig folytassuk, hiszen nyilvánvaló, hogy az Albarigia Szimfonikus Zenekar jövőképe is már kezd alakulni, hiszen már áprilist írunk, mi történik a közeljövőben, hiszen ez egy fajsúlyos történet, de nyilván vannak terveid. Igen, hogyha minden jól megy, akkor egy nagyon-nagyon izgalmas és sokoldalú kortárzenei évad is vár ránk jövőre. Ennek most a teljes részleteit még nem tudom neked elmesélni, de azért néhány mondatot mondok róla. Az Artisiusszal tervezünk egy nagy koprodukciót most a jövő évre, vagyis a szerzői jogvédő irodával, ami a magyar zeneszerzésnek az érdekeit is képviseli szakmailag is, most nyújtunk be hozzájuk egy pályázatot. Az a célunk, vagy célom ezzel a pályázattal, hogy a jövő évadban egy teljes átfogó körképet adhassunk a magyar kortárzenének a különböző irányzatairól, stílusairól és generációiról, egészen a legfiatalabb 20 éves generációtól a legnagyobb idősebb mesterekig. Közbeszólok egy pillanatra, mert én azt látom, ugye a szimfonikus zenekar otthonában megtartott koncertek, kortárs zenei koncertek egyre népszerűbbek. És csak nem csak a fiatalokra gondolok, akik jönnek 9-kor és a többi, és számtalan előadás várja őket, hanem a komoly zeneértők is.
Én is azt hiszem, hogy kezd kialakulni. Tehát ez egy kiváló lehetőség és ötlet. Abszolút, nagyon jó lehetőség lehet ez. Én is úgy érzem, hogy kezd kialakulni egy törzsközönségünk, vagy inkább én úgy szoktam mondani, egy közösségünk, akikkel együtt kísérletezünk, tényleg mint egy laboratóriumban, és beszélgetünk a zenének az alakulásáról, meg az ehhez kapcsolódó filozófiákról, irodalomról, képzőművészetről, tehát arról, ami történik körülöttünk ma a világban, akár Magyarországon, akár a világ más pontjain. Szóval az a lényeg, azt szeretném, hogy ez tovább bővüljön, és minél szélesebb spektrumot mutathassunk a kortárs zenéről a közönségünknek. Ez én azt gondolom, hogy egy remek gondolat. Ugyanakkor, ha kitekintünk, azt hiszem, hogy komoly terveitek vannak, nem csak itthon Magyarországon, hanem határainkon túl is. Így van, van több nemzetközi tervünk is, többféle koprodukcióra, itt is még ilyen finanszírozási, meg pályázati szempontokból még nem merek biztos dolgokat mondani, de több francia együttműködésünk is kilátásban van a jövő évre, illetve természetesen olasz együttműködésünk is, úgyhogy hát remélem, hogy egy-két hónapon belül, hogyha találkozunk és beszélgetünk, akkor már egészen konkrétumokat tudok mondani. Egy kérdés még, ami nagyon fontos. Ugye összeállt a szimfonikus zenekar, most már mondhatjuk minden, egységes és egész. Dobszai Petivel, Dobszai Péterrel, Ruf Tamással egy remek csapat, veled természetesen irányítjátok. Mennyire vette fel a ritmust kortárs zeneileg ez a csapat? Hiszen azért tudjuk, hogy azért nem így kezdi a szimfonikus. Nem jellemző ez, főleg Magyarországon a szimfonikus zenekarokra, hogy ennyi kortárs zenét játszanak, ennyire progresszíven működjenek, mint nálunk az Alba Régia szimfonikus zenekar. Hát én most nem szeretnék neked példákat mondani, de azért van összehasonlítási alapom, mert több zenekarral is dolgozom, vagy dolgoztam az elmúlt években, írtam több zenekarnak is, és az a helyzet, hogy egyre jobb érzéseim vannak, és egyre jobb szívvel és kedvel jövök haza, mert az az érzésem, hogy nagyon szépen fejlődik ezen a téren is a zenekar, és kialakul egy olyan rutin, egy olyan nyelvismeret a kortárs zene terén is a zenészeinkben, hogy evidenssé válnak olyan kottabeli, vagy notációs kérdések, vagy technikai kérdések, amik bizony más zenekaroknál nem feltétlenül evidensek, azért, mert nincsenek erre trenírozva, nincsen műhely munka ezen a területen náluk. Szóval én nagyon-nagyon bizakodó és pozitív vagyok ennek ezen a téren, és azt hiszem, hogy a vendégkarmestereink, vendégzeneszerzőinktől is nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapunk folyamatosan. Tehát ez egy nagyon komoly jövőkép. Én bízom benne. Muszáj, hogy az legyen, különben nincs értelme a munkánknak. Így van. No, Dani, hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt hiszem, hogy természetesen ott leszünk és beszámolunk erről, hiszen ez egy nagyon fontos állomás a kortárs zene számára is. Kedves nézőink, önöknek pedig mondanám akkor még egyszer, In Memoriam, Ötvös Péter, francia impressziók, április 25-én a Szent István teremben várjuk önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindannyiuknak minden jót kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.